Európa szerte 2024. szeptember 16-a és 22-e között kerül megrendezésre az Európai Mobilitási Hét, melynek keretében Kecskemét is vállalta 36 ország összesen 1296 településéhez hasonlóan, hogy a fenntartható közlekedés népszerűsítése érdekében egy héten át tartó programsorozatot szervez a fenntartható városi mobilitás, a környezetvédelem, a közlekedésbiztonság és a biztonságos közlekedés gondolatainak elmélyítése érdekében. Az idei év központi témája a mindannyiunké a tér, arra hív bennünket, hogy közösen döntsük el, miként használjuk a közterületeket, és gondoskodjunk arról, hogy mindenki, különösen a gyalogosok és a kerékpárosok kellemes környezetben, biztonságosan és kényelmesen közlekedhessen. Ma délután Kecskemét főterén zajlott a Bringás Uzsonna esemény a Magyar Kerékpáros Szövetséggel együttműködve. A civil kezdeményezést az önkormányzat is évről évre felkarolja. A program célja, hogy az országos kampány alkalmával valóban jó példaként emelkedjenek ki a kerékpárral közlekedők, akiket a szervezők uzsonnával kínáltak a főtér több pontján. Kecskeméten már évek óta reggeli helyett délutáni uzsonnával várják a kerekezőket. A Magyar Kerékpáros Klub, a Kecskemét Önkormányzat és a Szép Egyesület ajándékait kapták meg a biciklin közlekedők. A meglepetés jól sikerült, 500 uzsonnát osztottak ki, amelynek a biciklisek örültek.